Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök április 1-én péntek este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk, mai adásunkban is! Tatán tett látogatást dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Növendékek és tanáraik együtt zenéltek, Bakfar Gála Oroszlányban. Zenei fesztivál zárta az Erkel tehetségnapokat Tatabányán. Kamasszal az élet, interaktív előadása Puskinban. Zöldbe borult a tanösvény, elkezdődött a medvehagyma szezon. A Magyar Honvédség 25. Lapka György lövészdandár személyi állományának minőségi bővítése is szolgálja a jelenleg zajló honvédelmi haderőfejlesztés. A Tatai Laktanya területén Európa legmodernebb szimulációs központja valósulhat meg, de a helyszínen garázssor és logisztikai raktárbázis is épül. A Magyar Honvédség 25. Lapka György lövészdandár területén legalább 3 helyszínen zajlik a honvédelmi haderőfejlesztés. A nagyszabású munka befejeztével a Tatai laktanyában a 21. századnak megfelelő munka és életkörülmények mellett dolgozhatnak a katonák. A jelenleg zajló beruházás menetét dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter személyesen is ellenőrizte március 31-én. Itt Tatán elkezdtük a különböző technikai eszközök elhelyezését szolgáló garázssorok megépítésével, és folytatjuk most a raktárbázis, a logisztikai raktárbázis kialakításával. Majd eljöttünk ide ebbe a kupolának nevezett nagyon is emblematikus helyszínre, hiszen itt rengeteg katona szolgált a korábbi években. Itt pedig egy 9000 négyzetméteres elhelyezésről beszélünk, amelynek a földszinti részén, ahol most vagyunk itt a kupola alatt, az tulajdonképpen egyrészt egy előadóterem, amely egy közösségi tér, és ugyanakkor mellette pedig épül 3 szimulációs központ, amely legkorszerűbb, legmodernebb szimulációs központja lesz itt Európának, és amely lehetőséget ad majd az új technikai eszközökre történő kiképzésnél, felkészítésnél, legyenek ezek majd a harckocsik, legyenek az önjáró lövegek, vagy éppenséggel azon technikai eszközök, amelyek itt rendszerbeállításra kerülnek. Mi arról beszélünk, hogy korszerű modern honvédséget építünk, akkor láthatjuk, hogy lassan, hogy érkeznek a technikai eszközök, úgy épülnek hozzá az elhelyezési feltételek, úgy teremtjük meg a raktározási feltételeket, és úgy alakítjuk ki az elhelyezési körülményeket is. Több mint 2 évtizede szervezi meg hagyományos hangversenyét az Oroszlányi Bakfar Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvény célja, hogy a diákok bemutathassák a tanultakat, ezzel bepillantást engedve az intézménybe folyó oktatás igényességére. A gálán befolyt összegből az iskola hangszerparkját szeretnék bővíteni. Fúvós, pengetős és ütős hangszerek műsorával indult az idei Bakfar Gála az Oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. A Bakfar Bálint Alapfokú Művészeti Iskola növendékei nem csak zenei előadással, hanem táncos produkcióval is készültek az érdeklődőknek. Hát a mai nap tulajdonképpen egy pótlás, hiszen iskolánk hát most már több mint 20 éve hagyományosan, ugye az iskola névadója Bakfar Bálint, ugye hát Valentin. Hogyha már az iskolánk névadója Valentin, illetve Bálint, akkor csináljunk egy Valentin gálát. És az az igazság, hogy ez olyan népszerűségre tett szert tényleg az elmúlt években, hogy tényleg több mint 20 alkalommal megrendeztük nagy sikerrel. Hát sajnos tavaly idén hát a járványügyi helyzet közbeszólt. De mivel most lehetőség nyílt arra, hogy végre újra színpadra állhassunk, és végre újra megmutathassuk magunkat, mind a tanárok, mind a növendékek. Ezért tulajdonképpen egy, hát mi magunk között egy pót Valentinnak szoktuk nevezni, de természetesen ez nem egy pót Valentin, tehát nemes egyszerűsége Bakfar Gálának neveztük el ezt a mai rendezvényt.
A tánc műfajával a gyerekek elsajátíthatják a koordináció, önkontroll, együttműködés készségét is. Emellett pedig kitűnő mozgásforma, amellyel az alakot is formálni lehet. Tulajdonképpen április 23-án lesz a gála előadásunk, és ehhez készítünk táncokat, ahol majd minden szülő láthatja a csemetéjét, hogy mi mindent csináltunk ebben a tanévben, és hát ebből szemezgettünk. Alapvetően a Bakfark Bálint Művészeti Iskola egy nagyon-nagyon családias környezetet biztosít számunkra. Rendkívül jó a tanári kara, én azt gondolom, hogy bárki, tehát bármelyik gyermek bármilyen műfajt választ ebben az iskolában, csak nyer vele. A művészet rendkívül fontos lenne, ha manapság sokkal megbecsültebb lenne, hiszen azt gondolom, hogy aki művészetet tanít, annyira másképp gondolkodik, annyival nyitottabb és sokkal rugalmasabb, elfogadóbb személyiség lesz, és hát nyilván azt gondolom, hogy aki művészetet tanít, az sosem lesz agresszív. És a mai világunkban azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos. A gálán befolyt összegből az intézmény hangszerparkját szeretnék bővíteni. A 4. Komárom-Esztergom megyei művészeti iskolák 4-kezes és 2 zongorás fesztiválja zárta az Erkel tehetségnapokat Tatabányán. A hagyományosan megrendezett program célja, hogy helyet és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a térség művészeinek. A hangversenyt követően a résztvevőket különböző díjakkal jutalmazta a zsűri. A közel 2 évtizede megrendezésre kerülő Erkel tehetségnapoknak mindig a tanulók a főszereplői, és a szervezők igyekeznek úgy összeállítani a programokat, hogy ez mindenki számára kedvező legyen. Az Erkel tehetségnapokat körülbelül, nem számoltam pontosan, de szerintem olyan 17-18 éve rendezők itt az iskolában. Kiváló akkreditált tehetségpontként működik az iskolánk, és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy minden rétegnek, növendékeknek, tanároknak, a megyében élő művészeknek, képzőművészeknek próbálunk olyan teret biztosítani, ahol megmutathatják magukat, megmutathatják tehetségüket, és ezt már igyekszünk minden évben megrendezni. Úgy választódnak ki a programok, hogy mindenki megtalálja a magához közel állót. Elsősorban a gyerekekre fókuszálunk. Lázasan készültek a növendékek a megmérettetésre, hiszen nem könnyű feladat egyszerre, de mégis egymástól függetlenül mozdulni a 4 kéznek a zongorán. Komoly felkészülést és harmóniát igényel, hogy a lehető legszebben tudják megszólaltatni a dallamokat. Mind a kettő Szeiber Mátyástól van, az egyik ez tangó habanér, a másik meg egy valcer. Ezt már régebben tanultuk, eltartott egy ideig, meg ezek a kedvenceink, vagy 4 kezesekben. Nem annyira nehéz, de mivel testvérek vagyunk, így könnyebb, hogy így érezzük egymást, úgy mondani. Részt vettünk, igen, csak akkor még ugye nem itteni szereplés volt, hanem be kellett küldeni. És hát az is jó volt egyébként, mivel szerintem ez a verseny volt, szerintem ebben a versenyen kaptunk nívódíjat, de lehet, hogy az másik volt, szerintem ez. A fesztiválon résztvevő tanulókat több kategóriában is díjazták. Cékus Jászmin és testvére produkcióját egy ezüstéremmel jutalmazta a zsűri. Nyersen fogyasztva, levesekben, köretekben vagy szárítva is sokan szeretik a medvehagymát. A napokban már egyre többen keresik fel a környéket a növény után kutatva, ami a természetvédelmi területeknek nem minősülő állami erdőkben szabadon szedhető, naponta legfeljebb 2 kg mennyiségben. Több száz hektáron megtalálható a következő hetekben, sokak kedvence a medvehagyma. A környéken élők szerencsés helyzetben vannak, hiszen Tatabánya határában még egy 1,5 kilométeres tanösvény is segíti megismerni az ízéről, illatáról híres gyógynövényt. Gyakorlatilag a szélső utcáktól egy kődobásnyira kezdődik a medvehagyma tanösvény, melyet 2015-ben az akkori Vértesi Erdő ZRT létesített, 8 figyelemfelhívó táblával, illetve ismeretterjesztő táblával. Ezeken a táblákon lehet a medvehagymáról különböző információkhoz hozzájutni, tavaszi megjelenésével, fogyaszthatóságával, gasztronómiai értékeivel kapcsolatban. A medvehagyma felhasználási módjainak csak a kreativitás szab határt, bár frissen a legjobb, sokan tartósítják is. 6-8 centi zsenge leveleinek nagy a rajongó tábora, azonban fontos tudni, a gyűjtés körültekintést igényel, a mérgező gyöngyvirág ugyanis hasonló hozzá, ritkán, bár előfordul, hogy megtalálhatók egymás mellett. Egy átlagos tavaszon azt mondhatjuk, hogy a medvehagyma
kelési ideje, illetve a gyöngyvirág felbukkanási időszaka eltolódik, illetve eltér egymástól, tehát normális esetben ezek nem jelennek meg együtt. Azonban egy olyan tavaszon, mint amilyen az idei tavasz is volt, hogy egy kicsit rapszodikus az időjárás, kicsit hektikussá válnak a hőmérsékleti viszonyok. Ilyenkor azért nagyon ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy a medvehagyma még megtalálható az erdőben, de a gyöngyvirág is bontogatja a leveleit. Fontos tényező, hogy összekeverni semmiképpen nem lehet őket abban az esetben, hogyha az ember a leveleit egy kicsit megdörzsöli, megszagolja. Amennyiben kellemes, finom fokhagyma illata van, akkor az biztos, hogy medvehagyma. Az erdőlátogatók saját fogyasztásra maximum 2 kg medvehagymát vihetnek haza, akkor, ha nem védett természeti területen járnak. Amennyiben valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván gyűjteni, az csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti meg. A Beszéljünk róla, rólad, rólunk program sorozat legutóbbi előadásában a kamaszkorral kapcsolatos dilemmák kerültek fókuszba. A szülők kérdéseire Horváth Judit pszichológus válaszolt. Az elmúlt esztendőkben a fiatalok életére a digitális világ változásai mellett a pandémia is hatással volt, hangzott el többek között az előadáson. A tínédzser korszakban éri a szülőket a gyereknevelés során tapasztalható legnehezebb periódus, mind nevelés, mind oktatás, mind viselkedés terén. Arra, hogy értsék meg és hogy ne értsék félre kamasz gyermekük viselkedését a szülők, Horváth Judit interaktív előadásában kaphattak választ. Nagyon nagy a váltás, nagyon nagy a szakadék ugye a kisiskola és a kamaszkor között, és a szülők nehezen élik meg a kamaszgyerek hirtelen megváltozását. Viszont a kamaszgyerek is küzd, hiszen neki is meg kell küzdeni azzal a hormonális változás, biológiai, pszichológiai változással, amit ő megél, és nyilván ez sok-sok feszültséggel, indulattal jár, amit a szülőn vezet le, az iskolai motiválatlanság, amivel szintén a szülő küzd, hogy itt az okos gyerekem nem tanul, és a szülők nem tudják jól kezelni ezeket a helyzeteket, nem jól nyúlnak hozzá, ebből nagyon sok konfliktus, feszültség és kölcsönös ordibálás van a családokban, és azt gondolom, hogy ehhez kapnak segítséget a szülők, hogy hogyan lehet ezt úgy kezelni, hogy ne sérüljön a szülő és a gyerek kapcsolat. Csak egy példát mondok, általában a gyerekek szobája kupis. Én erre azt szoktam mondani, hogy amíg egér nem sétál ki a szobaajtón, addig ezen felesleges a szülőnek pörögni, hogy rakj rendet, most rakj rendet, hogy néz ki az asztalod, csináld már meg, mert ez egy felesleges feszültségforrás. Az ő szobája, az ő birodalma. A másik komoly probléma, hogy a kamasz gyakran bevonul a szobájába, és nem nagyon akar kijönni, ugye ő elvonul. Ez egy teljesen természetes dolog, nyilván van közös étkezés, ott elvárjuk, hogy kijöjjön, de azt, hogy a magánszféráját megteremti, az rendben van, és a szülőnek ezt is türelemmel kell kezelnie. Tehát nagyon fontos, hogy a feszültségeit meg tudja velünk beszélni, ki tudja élni, ezt pedig csak azt tudom ajánlani a szülőknek, hogy türelem, 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 és amit nekem mond néha a kollega, amikor kiborulok a kamaszlányomtól, nyugi, csak túl kell élni. Mindig ezt mondják nekem. Kamaszok és az online függőség, de sajnos napjainkban már nem csak a tiniket veszélyezteti a digitális tér. A költészet napja alkalmából az Oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár a hagyományokhoz híven hirdeti meg vers és prózamondó versenyét általános és középiskolás gyermekek számára. Április 11-én hétfőn 14 órától az alsó tagozatos, majd 15:30-tól a felső tagozatos és a középiskolás versenyzők adhatják elő műsorokat. Nevezni szabadon választott művel lehet, melynek előadását nem haladhatja meg az 5 perc. Jelentkezni április 7-ig lehet a szintér@oroszlany.hu e-mail címen, ahol fel kell tüntetni a versenyző nevét, iskoláját, osztályát, felkészítője nevét és a választott mű címét. Az eredményhirdetésre a költészet napi ünnepi műsort követően 17 órakor kerül sor. Sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a Tarjáni Református Egyházközösség április 2-án, szombaton 9 órától megrendezésre kerülő húsvéti kézműveskedés elnevezési programjára. Az Egyesületek házában tartott rendezvényen egy kürtöskalás sütéssel egybekötött, a húsvéti ünnephez kapcsolódó kézműves délelőtre invitálják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az esemény ingyenesen látogatható.
Következzenek péntek esti híreink, még egyszer, röviden. Tatán tett látogatást dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Növendékek és tanáraik együtt zenéltek, Bakfar Gála Oroszlányban. Zenei fesztivál zárta az Erkel tehetségnapokat Tatabányán. Kamasszal az élet interaktív előadása Puskinban. Zöldbe borult a tanösvény, elkezdődött a medvehagyma szezon. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök április 1-én péntek este a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemle műsoron következik, majd archív felvételeinket láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!